Tisztújító közgyűlést tartott a Székesfehérvár Jövőért Egyesület. A találkozó keretében elbúcsúztatták Schulz Györgyöt, aki egyesületi tagságát megtartja ugyan, de a közvetlen operatív vezetésben és szervezésben betöltött szerepét nem kívánja tovább folytatni. Igazi közösségi emberként ezt az egyesületet is operatíve valójában vezette, bár a mindenkori polgármester az elnök, de a Gyurinak a munkája volt az, amelyik összefogta, koordinálta ennek az egyesületnek a működését, ő ezt befejezi, és ezért egy polgármesteri elismerő érmet fog kapni. Neki meglepetés lesz, tehát úgy fog ide érkezni, hogy ő erről nem tud, de úgy gondoltuk itt az egyesület tagjaival közösen, hogy szeretnénk őt meglepni, és számára, mint egy igazi lokálpatrióta számára szerintem valami, ami őt és a várost egy érme, egy díj vonatkozásában is összeköti, az fontos lehet. Schulz György számára Cserpakovics András polgármester, aki egyben az egyesület elnöke és a tagok által átnyújtott emlékérem természetesen meglepetés volt, ugyanakkor a gesztus megerősítést jelentett számára, hogy munkájával kiérdemelte a város és az egyesület megbecsülését. Valójában visszalépek az elnökségtől, de az egyesület munkájában természetesen részt veszek. Közel 20 évig szerveztem, mint elnökségi tag az egyesület munkáját, és bízom benne, hogy sikerült valamit hozzátenni Székesfehérvár fejlődéséhez ezáltal. A következő időszakra bizalmat kapó új elnökség tagjai Cserpakovics András, Móri Attila, Tóth Ferenc, Sinkó Otto, Sipos Imre és Vitéz Krisztián lettek.